Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a mai diskurzusnak van egy előzménye, mégpedig, hogy nemrégiben, talán önök is látták a kulturális híradónkban, a palettában, az Ikon Klubban jártunk, jazz estek vannak kedd este, nagyszerű kezdeményezést teszem hozzá, és feltűnt nekünk egy fantasztikus trió, Horváth Janó Akusztik néven, és akkor döntöttem el, hogy Horváth Janóval nekünk mindenképpen beszélnünk kell, hiszen egy fantasztikus pályafutás kellős közepén jár, és zongoristaként azt már túl van a, azt mondom, hogy a fiatal tehetség megszólításon és jelző szerkezeten, de valóban a mai magyar zenekultúra, könnyűzenei kultúra egyik legjobb zongoristájáról van szó. Hogy ez mennyire így van, most nézzünk meg azonnal egy bejátszást, és utána ígérem, hogy beszélgetünk. Most nem a dobossal beszélgetek, bár a fény rajta volt, tehát Potesz Balázson, hanem Horváth Janó. Szervusz, itt van velünk. Én is köszöntök mindenkit. Hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen. Szeretettel. Nos, hát János, két Jánossal kezdjük a beszélgetést, mert azt hiszem, hogy meghatározóak voltak számodra a pályafutásodra, hiszen ha valakinek két olyan atyai és anyai nagyapja van, Horváth János, illetve Simon János, aki elindítja a pályán, akkor megvan az eredendő. Ez így van. Hát igazából mindkét nagyapám játszott hangszeren. Ugyan nem ebből éltek, hogy zenészek voltak, de rengeteget játszottak együtt egy zenekarban. Egyik nagyapám, ő primás volt ebben a zenekarban, Horváth János, és Simon János ugyanebben a zenekarban cimbalmozott, klarinétozott, még brácsázott is. És hát rengeteget muzsikáltak együtt. Ha jól tudom, nagyjából az 50-es évektől a 70-es évek végéig, tehát közel 30 évet. Tehát ha ehhez hozzátesszük, hogy édesanyád is játszott hangszeren, és a testvéreid nem különben, akkor valamennyien úgy születtetek, hogy az eleve elrendelés volt. Igen, én is azt hiszem. Hát ezt mondhatni talán a bölcsönkbe adták. Édesanyám azt mondta nekem kisgyerekkoromban, hogy amikor terhes volt, várandós volt velem, akkor sokat énekelt és dúdolt, és én erre nem emlékszem, nyilván nem tudom ezt felidézni, de biztos, hogy ez is hatással volt rám, meg hát a kisgyerekkoromat is az járta körül, hogy a nagyapáimat hallottam hangszeren játszani, és hát szerintem ez indíthatta el az egészet, ezt a folyamatot. Hát ugye töpörtyű voltál, ovis töpörtyű, amikor már szerettél volna zongorázni. Ugye? Így igaz. Tehát ez volt az útnak a nagyon-nagyon az eleje. De mikor derült ki, hogy valóban van hozzá tehetséged? Mert az akarat ilyen kicsikorban nyilván megerősítetik, hogy igen, természetesen kisfiam, de aztán ahhoz az is kell, hogy amikor már arra kerül a sor, akkor derüljön ki minél előbb lehetőség szerint, hogy igen, ez a srác, ebből lesz valami. Igen, én úgy emlékszem, hogy talán 3 éves koromban a nagypapámnak volt egy ilyen billentyűs hangszer, egy ilyen harmóniumja, és azon játszott olyan dalokat, nótákat, amiket ő ismert, és úgy emlékszem, hogy már akkor oda mentem hozzá, és kértem, hogy mutassa meg ezeket a dallamokat, és hát először csak úgy egy kézzel, de aztán próbáltam már így kísérni magam is két kézzel, mert akkor elkezdtem mondhatni klimpírozni. Állítólag olyan jól sikerült, hogy már olyan 3-4 éves koromban a szomszédok, ahogy hallották, hogy szól a hangszer, a nagypapámat pedig látták kinn az udvaron, megkérdezték, hogy azt hitték, hogy ő játszott, hogy ki van benne, és akkor mondta neki papa, hogy mondta nekik a nagyapám, hogy én játszom, és nem hitték el, úgyhogy bejöttek a szomszédok, és akkor ott körbegyűltek, és akkor hát én meg ott produkáltam magam. Én egyébként
szeretem produkálni magam, hát exhibicionista vagyok, még szerintem mindenki. De aztán mégsem zongorával kezdted, ennek ugye okai voltak, hogy zongora híján nem lehet zongorázni, mármint hogy gyakorlás híján, és elkezdtél hegedülni. Jól hegedültél? Mert ugye ez valamelyest kényszer volt. Igen, igen, igen. Igen, hát én mindig zongorázni szerettem volna, de ugye emiatt, hogy nem tudtunk hangszert vásárolni, és csak az akusztikus hangszert fogadták el akkoriban a tanárok, hogyha nincs otthon akusztikus hangszerem, akkor azt mondták, hogy nem fogok tudni megfelelően gyakorolni, ami egyébként részben igaz is, bár akkoriban ugye nem voltak még olyan színvonalú digitális zongorák, mint most. Emiatt nem vettek föl a zongora szakra, amit én nagyon sajnáltam, azért azt hiszem, hogy 4,5 éves koromban jelentkeztem először a Herman László zeneiskolába, és valami kétkezes darabot vittem nekik, és azt soha nem felejtem el, hogy egy osztálytársam, aki semmilyen szinten nem játszott a hangszeren, meg fölvették, mert nekik meg volt otthon pianinójuk, de egyébként nem keseredtem el, mert mikor kérdezték, hogy mi az a hangszer, ami még tetszik, akkor rögtön a hegedű ugrott be, az jutott eszembe, mert a nagyapám ugye prímás volt, és rengeteget hallottam őt hegedülni, és nem is bánom ezt a dolgot. Azt mondják, hogy jól ment. Hát a hegedű az egy olyan hangszer, hogy évekig kell szerintem gyakorolni rajta, mire egy értelmes, tiszta, normális, értékelhető és élvezhető hang kijön belőle. Nekem is azért időbe tellett még valami rendes hangot tudok belőle kicsalni, de nagyon jól elindult szerintem ez a hegedülés, meg is szerettem, és egy pillanatra, egy ideig el is felejtettem, hogy én zongorázni szerettem volna, egészen gyakorlatilag 8. koromig, amikor a pályaválasztás előtt álltam, akkor kellett végig gondolnom, hogy akkor mit szeretnék. Tehát ez egy kritikus időszak nyilvánvaló, hiszen felcseperedett a srác, tínédzser lett belőle, és akkor eldönteni, ha kellően tehetséges, már pedig ugye kiderült, és most már szerintem ők bánják, hogy nem adtak neked lehetőséget zongorán, hogy igenis akkor jött megint a zongora. Igen. És közben játszottál egyébként zongorán sokat? Igen, igen, de csak autodidakta módon magánszorgalomból. Nekem nagyon hiányzott, én mindig is zongorázni szerettem volna, és ez az érzés aztán azért egyre inkább erősödött bennem. Az a kérdés, hogy aki zongorázik, az idejekorán rádöbben arra, hogy melyik stílust választja. Tehát gondolok itt elsősorban, hát nyilván klasszikusan kell megtanulni mindenféle értelemben, de aztán van egy döntéskényszer, hogyha valóban ezt a pályát szeretné választani, akkor azért el kell dönteni. És te döntöttél, de az egy nagyon komoly döntés volt. Igen, igen, igen. Mondjuk ez a döntés, és ennek a döntésnek a meghozatal is egy egészen érdekes dolog volt, mert én egyébként nagyon megszerettem a komoly zenét, meg a klasszikus zenét az alatt is, ami alatt hegedültem, meg hallgattam is. És nagyon szeretem a mai napig hallgatni klasszikus zongoristákat és komoly zenét is. És viszont engem valahogy mindig érdekelt a kreativitás, az improvizáció tekintetében inkább, mert természetesen az előadó művészet is egy rettentően kreatív dolog, de nekem nem elégítette ki kellőképpen még az igényeimet. Én tényleg már kiskoromban, amikor elkezdtem ezen a kis billentyűs hangszerrel játszani, mert akkor voltak ilyen idézőjelben ilyen kis szerzeményeim, ilyen kis dallamocskáim, és ez végig kísérte egyébként az életemet. A hegedűn is kitaláltam mindenféle önálló dallamot. Úgyhogy valahogy ez a rögtönzés és ez a zeneszerzés vitt el elsősorban abba az irányba, hogy a jazz zongorát választom. Tehát a jazz. Voltak példaképeid, akire szerettél volna hasonlítani? Mert utána a hangszíntérben nyilván a Bodajki út, az ott rögzült dolgok azért nagy hatással vannak egy fiatalra. De hogy érkeztél meg, hogy szerettél-e volna olyan lenni, mint valaki? Ki az a valaki? Hát igen, természetesen. Hát először is egyébként, ami miatt elkezdtem zongorázni, én nem voltam annyira jártas a jazzben, tehát talán még nem is értettem annyira, vagy nem is tudtam értelmezni, vagy még annyira nem is tetszett egy ideig a jazz. Én úgy találkoztam a jazzzel, hogy hallottam egyszer a rádióban a Stingnek a Bring on the Night nevű albumát, ez egy 89-es album,
és itt Kenny Kirkland zongorázik egyébként, és ennek a dalnak van egy olyan része, ahol van egy zongoraszól, egy elég hosszú zongoraszól, ez egy élő koncert felvétel, és ezt adták ki albumon, és ez egy olyan dal, ami egyébként egy viszonylag populáris füleknek is könnyen emészthető dal szerintem, de egy olyan szépen felépített, irgalmatlan jól felépített elementári zongora szóló van a végén, ami egyre inkább átmegy a jazz irányába, és a végén már igen vad dolgokat játszik Kenny Kirkland. És ezt a dalt, amikor meghallottam, akkor nem nagyon emlékszem, hogy kitől, de kérdeztem, hogy ez én ilyet még a Földön nem hallottam, hogy ez micsoda, vagy ez kicsoda, vagy valami. És valaki mondta nekem, hogy kik játszanak ezen az albumon, Branford Marsalis szaxofonozik, és Kenny Kirkland zongorázik, Omar Hakim dobol, stb. És hát mondták, hogy ők jazzisták, és hogy ők jazzzenészek, és hogy a jazz az valami ilyesmi. És akkor én elhatároztam, hogy jó, én akkor ezt tudni akarom, hogyha ez a jazz, vagy valami ilyesmi, akkor én ezt tudni akarom. Ki bátorított? Igazából, hát legjobb barátomnak is sokat köszönhetek. Tóth Marcelnek hívják, ő egy kiváló zongorista most már jelenleg, budapesti. És ő előbb elkezdett egy évvel tanulni jazz zongorát, mint én, Szabó Dávidnál, szintén fehérvári zongoristánál, és hallottam, hogy már mikor játszott, és az is így hatást gyakorolt rám. Azt hiszem, hogy ő mondta egyébként ezt is, hogy Kenny Kirkland játszik ezen az albumon. És aztán én szerettem volna Dávidhoz kerülni egyébként, mert hogy hallottam, hogy Marci milyen jól játszik, de én Rácz Rolandhoz kerültem, amit aztán utólag egyáltalán nem bántam meg, és nem azért, mert hogy Dáviddal bármi bajom lett volna, de nagyon jól megtaláltuk a közös hangot Rolanddal. Ő is egy fehérvári illetőségű jazzzongorista, csak most már Kanadában él évek óta, és hát én neki köszönhetem a legtöbbet, azt hiszem, tehát az alapokat ő fektette le, ő küldött el aztán klasszikus zongorázni. Tehát én először kezdtem el jazz zongorázni, és utána klasszikus zongorázni, és hát Roland mondta, hogy hát ügyes vagyok, meg kreatív, meg jól játszanék, de hát nincsen meg a hangszeren való jártasságom, és a technikai hiányosságaim vannak, és akkor visszamentem a Herman László zeneiskolába, immáron már ilyen fiatal, ilyen tínédzserként tanulni, és hát ott meg azt hiszem, hogy rögtön csináltam valami különbözeti vizsgát, és akkor rögtön továbbképző szakra. Tehát veled kezdődött az évezred, ugyebár, mármint ez az évezred, és ez így is folytatódott. Tehát kiderült, hogy kivételesen tehetséges vagy, de mi a helyzet a szorgalommal? Azt tudjuk, hogy bármennyire is tehetséges valamit, szorgalom nélkül nagyon nehéz. Ez a kettő, ha kardba ötve jár, akkor az az igazi. Igen. Mindkettőnek a hiánya, a tehetségnek vagy a szorgalomnak is a hiánya gyakorlatilag szerintem meggátolja azt, hogy valaki magasabb szinten eljusson oda, ahova szeretne. Én rengeteget gyakoroltam, megmondom őszintén. Amikor kezdtem, akkor volt olyan, hogy úgy kellett már könyörögni a szüleimnek, hogy édesanyámnak, hogy kisfiam tanuljál, vagy esetleg megírtad a házi feladatodat, vagy nem, meg már éjjel 3 órakor úgy kellett tényleg a hangszertől eltávolítani. Tehát volt olyan nap, hogy 10 órát gyakoroltam. És ez nagyon sokáig tartott, ez egész gimnáziumban, tehát én a hangszerrel keltem és feküdtem, illetve amikor már felvettek a főiskolára, a Székesfehérváron a Kodolányi János főiskolának a jazz tanszékére, és Szabó Dánielhez kerültem, akkor ő elég sok mindent adott föl, és elég magasra tette a mércét, tehát külső motivációm is volt, meg volt egy belső motivációm is, hogy én ezt nagyon jól akarom csinálni, úgyhogy akkor is rengeteget gyakoroltam. Emlékszem, 24 órás nyitvatartás volt az iskolában, és volt olyan, hogy bent aludtam a hangszer alatt, tehát hogy folyamatosan gyakoroltam, és amikor elfáradtam, akkor ott befeküdtem alá, úgyhogy én nagyon sokáig ezzel keltem és feküdtem. Amikor elkezdtem tanítani és rengeteget játszani színpadon, koncertezni, akkor meg sajnos kevesebb időm maradt a gyakorlásra, és most is nagyon nehéz időt szorítani rá, de ez nagyon fontos a mai napig. Még egy
kicsit térjünk vissza egy olyan időszakra, a Lauschmannba, hiszen a Lauschmann az fontos, nem csak Romhányi Áron okán, akit nagyon kedvelünk itt Fehérváron, hanem azért is, mert ott született egy legendás csapat. Ugye a Potesz Balást láttuk itt a felvételen, Kovács Gergőt ismerjük, és hát a Mics Marci szintén egy legendás zenész család sarjaként, és ebből lett egy remek formáció. Így igaz, a Mi Jazz Band. A Lauschmann Gyula Jazz Szakközépiskolában találkoztam tulajdonképpen Potesz Balázssal először, azt hiszem. Kovács Gergővel már egy kicsit korábbról ismerjük egymást, mert még amikor hangszínteresek voltunk, akkor volt egy Cancel Band nevű együttesünk, és én már onnan ismertem. De hát itt a Lauschmann Gyula Jazz Szakközében itt ahogy megismerkedtünk egymással, és hallottuk, hogy hogy játszunk, már tudtuk azt, hogy nekünk együtt kell dolgoznunk. És ha jól emlékszem, Mics Marci ott már tanár volt, és ott tanított, de valahogy mindig azon kaptuk magunkat, hogy együtt próbálunk, és együtt gyakorlunk. És viszonylag rövidesen hozta Marci a saját dalait, és összeraktuk zenekarral. És hát nem is tudom, hogy mióta, ez hányba volt. Elég régóta, szerintem több mint 10 éve ez a zenekar már létezik. No, tehát akkor a kodolányis évek. Mi mindent lehetett megtanulni egy fiatal törekvő jazzzongoristának, általában egy zenésznek? Az, hogy remek mestereid voltak, azt így tudjuk a Szabó Daniék, de ahhoz is kell valami plusz. Ugye mondtad, hogy a zongora alatt is néha ott nyugovóra tértél, hála Istennek, tegyük hozzá, mert azért az látszik, ha valaki foglalkozik ezzel. De mi az a plusz, amit adott neked? Hát, mert ott azért már nagyon tudatosnak kell lenni. Igen. Az a helyzet, hogy nekem mindig a zenéről mindig az volt a véleményem, hogy, és nem is a zenéről, amúgy a művészetekről, hogy ez egy fajta önkifejezés. Az ember az érzelmeit, az éppen aktuális hangulatát, vagy akár komolyabb gondolatait valahogyan meg tudja fogalmazni. Természetesen nem olyan exakt módon, mint mondjuk, amit a nyelvvel egy versben lehet, de elég árnyaltan meg lehet fogalmazni ezeket az érzéseket, amik az emberben kavarognak. És nekem az egyik fő célom az volt, hogy amikor én odaülök a hangszerhez, teremtsek egy olyan hangulatot vagy atmoszférát, amit én érzek belül, és hogy ezt át tudjam adni a hallgatóságnak vagy a közönségnek. És hát ez néha jobban sikerül, néha kevésbé. Én azt vettem észre, egyszer, van egy történetem erről, egyszer volt egy koncertem, vagyis talán valami megnyitón játszottam egy negyed órát, nem is egy önálló koncertem volt, és nagyon nagy morajlás vagy hangzavar volt, még akkor is, amikor már kimentem a hangszerhez, és ahogy leültem a hangszerhez, és elképzeltem magamban, amit játszani fogok, tehát már ment bennem a zene, pedig még oda se emeltem a klaviatúrához a kezem, valahogy mindenki elhallgatott. Tehát olyan érzésem volt, mintha fölvették volna azt, ami bennem van, hogy bennem már történik a zene, és még hiába nem játszottam egy hangot se, mindenki érezte, hogy el fogom kezdeni, és aztán el is kezdtem a darabot. És ahogy befejeztem, ott is nem az utolsó akkord leütésekor tapsoltak, hanem ahogy lezártam magamban ezt az egész történetet, valahogy akkor tapsoltak meg, és én úgy éreztem, hogy működött ez a dolog, amiről beszéltem, hogy átadjam ezt az érzést. Ez misztikus történet, és nagyon is valóságos. Igen. Ugyanakkor ezt mások is megérezhették, hiszen számtalan felkérést kaptál abban az időszakban, tehát nagyszerű emberekkel játszhattál a háttérben ugyan, de a fókuszban nem különben. Ezek hogy jönnek, ezek a megkeresések egyébként szép sorban, hiszen itt a produkciók kellős közepén, tehát az István királyt nézem, Csemer Bogi, Fekke Pali, Vágó Bernadett, Malek Andi, nem sorolom, nagyon sokan. Hogy jönnek a megkeresések? Mert ez különböző stílusokat igény. Igen. Hát alapvetően talán az egyik legfontosabb mérföldkő szerintem, hogy bekerültem a körforgásba, az azt hiszem, hogy a Gimes együttes, ahol a tanárom, Rácz Roland zongorázott több évig, és Roland, hála Istennek, korábbi zenekaraiban is gyakran hívott helyettesként. Számított rám, úgy gondolta, hogy lehet rám számítani, megnézem a számokat, ott leszek, eljátszom. Úgyhogy
Úgyhogy egy részben neki köszönhetem, hogy bekerültem a körforgásba. Állandó helyettes lettem már több éve a Gimesbe, és amikor ő elköltözött Kanadába, akkor Szarka Tamásnak rögtön ez a gondolata támadt, hogy én lehetnék a következő. Ez nyilvánvaló, hogy az emberek többsége számára, aki valamelyest is foglalkozik zenével, tehát ez a csúcs, a Szarka Tamás és csapata, tehát a Gimes egyértelmű. Viszont ha hozzátesszük az előbb felsoroltak mellett, ugye a Bozsikivet társulat, az önmagában, és ráadásul ugye nekem nagyszerű barátom Bogányi Gergő. Hú, igen. És hogy játszhattál azon a zongorán, amihez néztem egyszer, itt volt Fehérváron, az első pillanattól a kezdve az utolsóig, amíg a teherautóról leszették és bevitték, a Magyar Királyban volt a koncert, ott olyan féltő gondoskodással kísérte, és azt mondta nekem, hogy nagyon-nagyon kivételes az, amikor bárki is egyáltalán leülhet oda mellé. Ugyanis én ott beszélgettem a zongora mellett, és rátettem a kezem. Hogy az is egy különleges. Na most az, hogy játszhattál ezen, az pedig azt hiszem, egy nagy megerősítés volt. Hát nekem is nagyon nagy élmény volt, és nagyon megtisztelő, de ezt nyilván nem kizárólag saját magamnak köszönhetem, hanem Szarka Tamással 2015-ben a Milánói Világkiállításon képviseltük Magyarországot, és volt egy rövid koncertünk a Bozsikivet társulattal karöltve, és hát ott a Bogányi Gergely művész úr zongoráján játszottam, vagy játszhattam, mert az volt ott a standon, mint az egyik legkiemelkedőbb magyar, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, valami különlegesség, mint egy különlegesség ki volt állítva. Én úgy tudom egyébként, hogy a hivatalos bemutatót kivéve, amin ugye Bogányi Gergely is zongorázott, és most nem jut eszembe a neve, egy kiváló fekete jazz zongorista. Én azt hiszem, hogy én vagyok, ha mondhatok ilyet, az első magyar jazz zongorista, aki ezt a hangszert élőben koncerten kipróbálhatta, ami a véletlen folytán adódott így, de akkor is nagyon megtisztelő. Kiváló hangszer egyébként, és nagyon-nagyon ki lehet fejezni azokat a dolgokat, amikről beszéltem, mert nagyon a hangszer a 110%-osan alkalmas arra, hogy azokat a dinamikai tartományokat, azokat a hangszíneket, hangulatokat az ember a hangszeren keresztül közvetíteni tudja a közönség számára, amik benne vannak. Tehát Gimes. A Gimes azt hiszem, hogy a csúcs ilyen értelemben. Viszont nagyon fontos, hogy azért a mi jazzben megvan, és különböző formációk, akikkel most itt az Ikon Klubban mi is találkoztunk, ezek is működnek. És merre tart az utad? Mire készülsz? Hát igen. Sokat gondolkoztam ezen. Emellett, hogy tanítasz. Igen. Én főállásban tanár vagyok a Bodajki Hangszíntér Művészeti Iskolában, és én a tanítást nem csak azért csinálom, mert hogy az embernek kell, hogy legyen egy hivatalos munkahely, vagy ilyesmi, hanem én nagyon-nagyon szeretem a tanítást. Nagyon-nagyon sokat tanulok a tanításból. Sokat tanulok a gyerekektől is egyébként, és sokszor olyan mondatok hagyják el a számat, amikre utólag rájövök, hogy ez a saját szakmai fejlődésemben vagy gyakorlásomban is hasznosítható lenne, nyilván másmilyen szinten. Úgyhogy igen, én főállásban tanár vagyok. Nagyon sokat helyettesítettem az elmúlt 16 évben. 16 éve vagyok színpadon egyébként. Én most már kevesebbet szeretnék. A fent említett neveket nagyon szeretem és nagyon élveztem, amikor együtt dolgoztam velük, de általában mint helyettes kerestek meg. És ez mindig egy stresszes, mindig egy nagyon feszült, figyelemmel járó dolog, hiszen azért egy olyan műsor, ami nincs kézben, amit két nappal a koncert előtt írtam le, blattolom, kiteszem a kottát. Nagyon nehéz így az embernek elengednie magát, illetőleg azért sok időbe telik, még az ember felkészül egy ilyen műsorra, adott esetben tényleg több nap munkába is, és amikor ezek így összetorlódnak, akkor az ember nagyon ki tud merülni, és elveszik az időt más olyan dolgoktól, ami most már nekem, így, hogy most már 32 éves lettem én, így
így fontosabbak lennének. Én most már szeretném egyre inkább a saját dolgaimat erősíteni. Majd rövidesen szeretnék egy saját valami jazz trió, vagy valami ilyen mainstream jazz zenekart létrehozni. Illetőleg most jelenleg elkezdtem saját darabokat írni, saját kompozíciókat, feldolgozásokat. Részben némelyiket már publikáltam is a YouTube-on. Rengeteg humor is van bennük. Általában ezek kicsit fúziós zenék, mert szeretném megmutatni azt, hogy én nem vagyok egy szemellenzős jazzzongorista, én nem vagyok egy popbillentyűs, nem vagyok egy hangszerelő vagy egy zeneszerző, hanem én egy zenész vagyok, aki, hogyha olyan emberekkel dolgozik együtt, akik inspirálják, és teljesen mindegy, hogy ők most a népzenéből jöttek, vagy a rockzenéből, akkor velük tudok valami újat és valami szerintem nagyszerűt alkotni. Az utóbbi időben pár ilyen tartalom került fel a YouTube-ra, a YouTube csatornámra, és ezeket szeretném még továbbra is folytatni. Most tervben áll például a húgom népdalénekes, és vele szeretnék egy zongora ének duót fölvenni. Valószínűleg ők még nem tudják, de szerintem a Magyar Rádiónál. Nagyon szeretem ott azt a hangszert, meg azt a termet is. Ez így a nyáron szeretném elkészülne. És hát még vannak ötleteim. Most van egy dal, egy ilyen világzenei stílusú dal. Nagyapám rengeteg verset írt, és ő írta édesanyám születésére ezt a versét, és ezt megzenésítettük a húgommal. Ennek is már zajlik a felvétele. Úgyhogy ez is egy ilyen képpel, hanggal együtt, hát nyilván ilyen picit ilyen low budget, tehát inkább ilyen stúdió, ilyen live session jellegű dolgok ezek, tehát nem mondanám rá, hogy videóklip, de most ilyeneken is dolgozom. Várom, nagyszerű. És hát valósuljanak meg az álmaid, terveid. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, én is köszönöm figyelmüket, és egy valamit ígérek, ezen túl állandó vendégek leszünk az Ikon Klubban, a Jazzkeddeken. Hát, ha szerencsém lesz megint, és kincsre bukkanok. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!